és most indul a Sláger reggel. Sláger FM. 10 perccel múlt 6 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Akkor kell dolgozni, ha jól esik. Mondjuk és azért... most igen, csak jól esik. Annyira azért nem esik jól, de nem is fog délután. Kinek milyen a hétfője? Esős? 3 perccel múlt 4:15, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ahogy már említettük is, vala akkor kell dolgozni, amikor jól esik. Végre. Szépen a mezőgazdaságnak milyen jót tesz most. Igen, mondjuk, az biztos, és kb. Ott örülnek ennek sehol máshol, mert Budapesten annyira nem szoktuk szeretni, hogyha a szeptember az esővel érkezik. Bocselli azt írja, hogy hát ma dolgozni akartam otthon, a házat csináltuk volna, de ha esik, akkor ugrott. Igen, mondjuk, ha tetőt szerel, vagy tetőcserepet cseréltetek volna, akkor az annyira az nem mondjuk jó. Mondjuk szívás, való igaz. Attila 64 azt írja, hogy sziasztok, nagyon jó volt szombaton az 5 csillagos, gratulálok. Ó, köszönöm szépen, igazán kedves vagy. Aztán egyébként egy nagyon kedves ismerősöm azt mondta, hogy olyan jól beszélt a kajákról a vendégem, hogy neki el kell látogatnia majd abba az étteremben, nem is csodálom. Reggel azért az ilyakos. Csülkökről, meg steakről volt szó, tudod, igen. Zsolti azt írja, hogy jó reggelt, na, pihenjük ki, a hétvégét kezdődjön a meló, igen, általában Tomival, mi is ezt szoktuk, illetve azt írja Géza, hogy sziasztok, nem jól indul sajnos a hetem, mert ugye kérdeztük, hogy hogyan indul a hétfő reggel, láz, és úgy fáj a torkom, mintha mumszos lennék. Én most megnéztem a mumszot, mert már elfelejtettem, Tomi, és az van, hogy most már elvileg egyre kevesebb gyerek kapja el, mert hát hogy már van ilyen kötelező mumsz elleni oltás, de hogy nyálmirigy és kétoldali fájdalmas duzzanat a fültőmirigynél, jesszus! Hát a nyakad, hogy föl van dagadva, és én voltam mumszos. Mióta van az ellenvédő oltás? Te nem voltál, szívem? Én nem voltam mumszos. Várjál, hát, mondjuk te fiatalabb vagy, videóoltás. Szent Györgyi Albertig visszamegyünk, hát ne viccelj már, hát azért szerintem már nagyon régóta van erre oltás, nem? Hát én voltam mumszos. Na jó, hát most attól még lehetsz mumszos. Várjál, mondom mindjárt. Most... hát a hallgatóink közül ki volt mumszos? Volt mert valaki hogy... mumszos? Hát igen, mert én emlékszem arra, hogy most megírta a Géza, hogy emlékszem arra a fájdalomra, hogy ez mennyire durva volt. Nem lehet, hogy ott valami más volt, mint lenyeltél egy darazsat? Vagy nem lehet? Nem, biztos, hogy voltam. Vagy, de most... vagy mit allergiás voltál a mandulára? Vagy nem lehet, hogy valami ilyesmi? Nem, én szerintem és csak azt mondták, hogy úgy nézel ki, mintha mumszos lennél. Nem biztos, vagy lehet, hogy nagyon voltam. Vastag testszínű sáv volt rajtad. Az se lehet. Nem, én biztos. Próbálom megfejteni. Te nem voltál mumszos? Nem voltam mumszos. Hogyha sőt, esetleg... bárányhimlős se voltam. Meg kell keresnem, most már ez engem érdekel. Jó, hát keresd meg. Milyen volt a hétvégéd, drága csillagom? Jó, készed el. Szuper jó, haladtam a kéróval. Kicseréltem a két ablakot, egybe van a derekam, nyilván ahhoz ki is kell bontani az előzőt, a gipszkartonoztam, kletteltem, üvegfátylas tapétáztam. És hogy állsz? És nagyon jól állok. És nem fáj semmit? Hát inkább ülök azért, de hogy igen. Nem jó fáj vagyok. Semmit. Aha, megúsztam. Tehát akkor most ügyesen dolgoztál. Igen, nem úsztad meg magad, bemelegítettél előtte szépen. Természetesen, persze, rögtön ilyen, ilyen mély izomtorna, meg persze. De nem, mert múltkor kérdeztem a kis férjemet, aki szintén ugyanezt csinálja, mint te, tehát mindent magad csinál meg, bármilyen felújításon, és ezt én tökre szeretem benne, és mondta, hogy nem szerinted szegény Tomival mi történt? Azt mondta, hogy lehet, hogy nem melegített be. De mondom, szívem, te se szoktál tornászni mielőtt. Azt mondja, igen, de hogy annyira durván meg lehet ott húzni, hogyha mondjuk, mit tudom én, nem mozog semmit előtt, te is nekiállsz, és mondja, babácska, az olyan tényleg, mint egy edzésnél, hogy egy kicsit azért úgy rá kell mozogni. Igen. Na, megtaláltam, 91 óta van mumsz elleni oltás, úgyhogy én lehettem mumszos szívem. Jó, de hány éves gyerekeknek adják be? Na tessék, figyelj, várjál, 15 hónapos gyermekeknek, tehát te azért nem voltál mumszos. Na tessék, örüljünk az oltásoknak. Mikor születtél? Hányban? 90-ben. Hát akkor ennyi. Tessék, eltaláltuk hát akkor ennyi. Ezt is. Akkor te megkaptad, én meg, nem, én meg... Átestél rajta, most már nem leszem mumszos, vagy legalábbis reméljük. Karesz volt mumszos, több mint 40 évet, tessék, látod, nem egyedül azt vagyok hiszem, több mint 40 évet. Na, ez tök jó, mert hogyha, ha a hallgatóink megírják, abból látjuk azt, hogy ki hány éves, úgyhogy írják már meg nekünk, hogy ki volt mumszos, mert én igen. Hát és őszintén bízunk benne, hogy épp úgy meg lesz majd a vakcina a koronavírusra is, vagy a koronavírus ellen, mint ahogy a mumps ellen. És hát nyilván hallották a hírekben is, hogy ugye a rádió egy reggeli csapata, illetve hogyha jól tudom, még Györke Attis is egyébként elkapta a koronavírust. Igen, és több kollégájuk, képzeld el. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Györke Attis, tehát sokan elkapták a koronavírust, és most az egész rádió egy home office-ban dolgozik, úgyhogy neki kitartást és jobbulást kíván így a Sláger FM. Srácok, gyógyuljatok meg. Hajrá, hajrá. Ahol egy férfi vár, jön Zsédaj. Sláger reggel!
3 perc múlva 6:30, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással, aki nem volt mumszos, én viszont igen gyorsan felhívtam zséde alatt anyukámat, és azt mondta, hogy igen, én is voltam, a tesóm is, és ő is, és hogy még nagyon pici korban, és ez mennyire durva, Tomi, hogy ilyen kicsi korban voltam mumszos, és mégis emlékszem rá. Ez durva, hogy te emlékszel rá, vagy elmond, vagy lehet, hogy már ez olyan. Nem, tudod, meg hogy mi... előjött az az érzés. Aha. Tehát, hogy az a durva, hogy ez olyan szörnyű lehetett, tudod, hogy nem mindenre emlékszel a gyerekkorodból, de megvan az az érzés, hogy milyen volt, mennyire nem tudtam nyelni, hogy mindenem így bedagadt. Ó, még jó, hogy nem vagy hipohonder, mert most itt már rögtön lefordulnál a székről. Á, nem, hát már van ellene oltás, úgyhogy nem aggódnék. Rozális azt írja, hogy ő is átesett a mumszon, meg az összes testvére. Na, hány évesek vagyunk összesen? Pillanat. Karesz is azt írja, hogy 52 vagyok, de maradhatunk a tegeződésnél. Még várjuk a mumszos SMS-eket. Csilla azt írja, hogy sziasztok, én 36 éves vagyok, és én is átestem a mumszon. Na tessék. Na, látod? Hát most ez nem tudom, milyen következtetéseket lehet ebből levonni. Semmiért, én csak kíváncsi volt. Én csak abszolút kíváncsi vagyok arra, hogy a mi hallgatóink hány évesek, és hogy még emlékeznek olyan betegségekre, amik ellen tök, hogy most már van oltás. Igen. Majd azok, akik most picik, ők is már majd úgy fognak a koronavírusra emlékezni szerintem. Hát bízunk benne. Remélem, hogy így lesz. Hát amivel ellen viszont nincsen oltás, az a budapesti forgalom. Zsolti írja, gyerekek, valami katasztrófa ma Budapest és környékének közlekedése, előkerültek a guruló esenyők, és még mumszos is voltam, tehát 46 éves stresszes kamionos vagyok. Na, akkor őt is beírjuk a táblázatunkba, igen, vezetjük akkor, hogy ki merre. Én pedig megköszönöm, hogyha írnak budapesti infókat, illetve környékbeli infókat, hogy hogyan lehet közlekedni, illetve mit látnak az utakon, látnak egyáltalán valamit, mert hogy még elég sötét is van, mert hogyha marosra jövünk a legfrissebb közlekedési infókkal, tehát várjuk az üzeneteket 0630 30 30 95 8. Ez a Sláger reggel. 9 percen múlt 6:30, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Még azon mosolygok, hogy a szünetekben vagy a zenék alatt úgy csinálok, mint aki a metron kapaszkodik. Még egy kicsit jobb, hogyha felfelé tartom a kezem, mert olyan izomláz van azért a tapétázás miatt hát, a kezemben. De egyébként jól esett. Kell a testmozgás. A jól esett, az túlzás szerintem. De... Hát a lelkemnek esett jól, meg hogy az, látom, hogy haladok. Így van, így pontosan. Van, igen. Igen. Az viszont annyira nem esik jól a lelkemnek, amit mondjuk az útinform ír, hogy élénkül a forgalom a főváros felé az M3-ason, a Bagi és a Gödöllői szakaszon, valamint az M0-as autó csomópontjától telítettek végig a sávok. Lassú haladás a 10-es főúton az Ürömi körforgalomtól befelé, a 31-esen Mendénél, valamint az 51-esen Dunarasszinál is. Kemény, hiába, hogyha esik az eső, akkor mindenki gurul. És várjuk a további közlekedési infókat SMS-ben, vagy hívhatnak is minket, hogy mit látnak az utakon. Köszönjük. Vagy akár írhatnak a Sláger FM Facebook oldalán is, ahol egyébként megosztottunk egy képet, mert egy nagyon helyes sztorit találtunk. Mi is nyilván belefutottunk ebbe, egy nő ragasztott ki egy kiírást, amiben meg akarta találni azt a buszsofőrt, aki várt rá, randira akarta hívni, hát a hölgy pedig zavarában, hát ő valahogy nagyon furán reagálta le ezt a dolgot, és hát ő nem állt kötélnek. Aztán telt múlt az idő, és revidiálta az álláspontját, és kirakott egy felhívást, hogy keresi azt a buszsofőrt, mert szeretne elmenni vele a randira. De olyan helyesen fogalmazta meg, tehát odaírta, hogy 2020.09.17-én 16.30 körül a Forgács utcánál vártál rám, hogy elhívj egy találkozóra. Annyira zavarban voltam, hogy borzasztóan reagáltam. Megpróbálhatnánk újra? Ez mennyire édes? Az de a, hogy nincs ott se telefonszámát, azért nem rakta ki, mert hogy nem akart, hogy őrült idióták is zaklassák. Most gondolj bele, kiírja a telefonszámot, akkor nem, az egy, nem olyan gyanítom, jó. Hogy egyébként valahová ki volt írva a telefonszám, csak ezt lesatírozták a fotóról. Nem volt kint. Hát de akkor mi ott állt, és ott ült nem, alatta, szerintem vagy az tört, nem, szerintem az történt, hogy azt várta, mint ahogy a közösségi média azért szokott működni, hogy ez így elterjed, és akkor ezáltal megtalálhatják egymást. Ja, értem, tehát, hogy ez csak egyfajta csali volt arra, hogy valaki lefotózza ezt, feltegye a Facebookra, igen, és akkor onnan meg így megtalál. Ez az egyik, hát, a másik. A gyerek, század, igen, fiam. Az egyik, a másik pedig, hogy ugye gondolom, azon az útvonalon közlekedik az úriember is, és ő is naponta, és na hogy jó, hát, leszáll ha a buszra, és megnézi, hogy mi van kiírva a megállóban. Nem biztos, hogy leszáll, de az lehet, jó a szeme, hogy messziről meglátja, vagy lehet, hogy arra is sétál. Hát figyelj, hogyha őt is úgy várta, hogy leszállt a buszról. Hogy rúzsál hal a szajába. Ne. A dreams are my reality. Így sétálgat. Az első komment, ami érkezett Tomitól a Sláger FM Facebook oldalára, de aranyos, remélem, hogy összejön a tani. Állítólag összejött a találkozó. Sőt. 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 Mi? Sőt.
Hát megvolt az első, és állítólag már tervezik a másodikat. Tényleg? Igen. De cuki. Bizonyám. Akkor, hogyha a buszsofőr vagy a hölgy hallgat minket, akkor nyugodtan hívjanak fel, hogy hogy sikerült az első randevú, és persze, hogyha ilyen véletlen találkozások voltak a mi drága hallgatóink életében, amikor mondjuk teljesen indokolatlan helyen ismerkedtek meg, vagy találkoztak a leendő szerelmükkel, akkor ezeket a sztorikat is várjuk, mert ezek olyan helyes történetek. Ezzel jó indítani egy hétfőt. Taknyos idő van kint, hétfő van, mindenkinek tele van a hócipője, legyen már egy kis romantika, nem? Zsolti pedig azt írja, a cinkotai végig be van állva, mint Bob Marley. Gondolom a Jászberényi sem jobb. Igen. Gyuri is írt, üdv Szabad Egyháza, előtt a buszfordulónál busz az árokban mentésre zajlik. Hát akkor ott a buszforduló az nem sikerült. Én romantikusabb történeteket szeretnék inkább a Facebook oldalunkon, a poszt alá, vagy SMS-ben. De jöhetnek a közlekedési infók, csak... Oké, jó, más mondok. Üdv Szabad Egyháza, előtt a busz belepusziszkodott az árokmenti fűbe. Nem ilyen romantikusabb. Nem romantikusabb? Nem, azért hát, nem. Jó, azért bízunk benne, hogy nem sérült meg senki. Igen. Ettől függetlenül jön a Gyurány Jörán, ez a Notorious. Jó reggelt mindenkinek! Ez a Sláger reggel! 10 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Szenzációs sztorit találtunk, és meg is osztottuk a Sláger FM Facebook oldalán, mert hogy egy hölgyet randira invitált egy buszsofőr, ám öt lányos zavarában hirtelen nem tudott megfelelően reagálni rá. Na, utána fogott egy A4-es papírt, és fölnyalta a busz megállóba, hogy keresem azt a buszsofőrt, aki 17-én 16 óra 30 körül a Forgács utcánál várt rám, hogy elhívjon egy találkozóra, megpróbálhatnánk újra. Uh-huh. Tök aranyos volt, és meg is találták egymást, tehát nyilvánvalóan a Facebook áldásos tevékenységének, illetve létének köszönhetően, és az első randi állítólag már megvolt, és most a másodikra készülünk. Ez milyen bizarr egyébként valahol ez a dolog, nem? Mi? Hogy mi erről beszélgetünk, ők pedig, hogy élik meg ezt a kis dolgokat. A kis Facebook ezzel van tele, és már tipeg, már állítólag mennek a másikra, állítólag. De viszont erre jó a Facebook, tehát amikor keressük az értelmét, na például ez is az, meg az is, hogy ki tudtuk mi is tenni a Sláger FM Facebook oldalára, ahova azt írja nekünk Vizi Attila, a buszosoknak mindig összejön sok-sok smileyval, egyébként tényleg. Tehát velük valahogy mindig a legjobb csajok beszélgetnek útközben, amikor odaállnak, és így igen, én mindig látok dumizni mondjuk jóképű buszsofőröket helyes lányokkal, igen. Én ezt nem figyeltem meg. Nem. Mi van a villamosvezetőkkel? Hát ezt nem tudom. Minden villamosvezető, buszvezető akarna lenni? Tehát ugye az valahol a személyszállítás csúcsa, vagy trónja, a buszvezetés? Vagy de miért beszélgetnek? Mozdonyvezetőkkel nem beszélgetnek? Hát mert nem tudom, de lehet, nem, a mozdonyvezetőkhez nem tudsz olyan közel menni. A buszsofőr pedig csak nyitja az ajtót, és akkor tudsz. De mi van a trollisokkal? Ez már, az villamos ők is úgy kicsit be vannak zárkózva oda, tudod, igen, a buszsofőr így kinyitja, és akkor ott úgy tudsz vele dumizni. Igen. Azt írja Tomi már, mint a véletlen találkákkal kapcsolatban. Jó reggelt, én egy 15 évvel ezelőtti katonatársammal futottam össze, tök véletlenül. Egy helyre kerültünk a melóhelyen, ő futárkodott, én konyhán dolgoztam. Aztán megkérdezte tőlem, hogy honnan vagyok ismerős neki. A beszélgetésünkből kiderült, hogy egy században voltunk Szolnokon katonák. Ez is milyen hát érdekes. A 20. században. Hát, na, amikor találkozol valakivel, és mondjuk nem tudod, hogy honnan is, mert tudod, hogy... Ez annyira rettenetes, és úgy én velem ugye szinte azt mondom, napi szinten előfordul, hogy, hogy gyanús, hogy valahol találkoztunk, hogy szevasz Tomikám, és megveregeti a vállamat, és fogalmam sincs, hogy kicsoda. És próbálsz úgy kérdezgetni, hogy rájöjj, hogy honnan ismeritek egymást? Nem, én általában ezekből a sztorikból így kifalcolok, tehát, hogy így jó van, hát igen, és rím kellemetlen. Igen, hogy tényleg neveden szólítanak, tehát, hogy tudja, hogy te ki vagy, és fogalmad nincs. Én is számtalanszor belefutok ebbe sajnos. Zsolti, hiszem, hogy most a téma ütőerébe tette a kezét. Igen. Lányok, a kamionos is érző lényám. Jó, de oda hova? Menjen oda hozzá, Zsolti. Hova? Fülkébe, hova? No, ha még van esetleg ilyen különleges ismerkedés, akkor ezt várjuk, ezeket a sztorikat a Sláger FM Facebook oldalán, illetve nyugodtan SMS-ben is írhatnak nekünk. És aki mondjuk buszsofőr, vagy villamosvezető, vagy trolivezető, vagy kamionos, annak nyilvánvalóan a home office nem nagyon jön össze, mert azért hát viszonylag nehéz otthon villamost vezetni, áramot meg semmiképpen sem ajánljuk senkinek, de hát rengetegen voltak home office-ban, és ugye ezek a videóbeszélgetések, hát mindenki ott bugdácsolt, ahol tudott egyébként, tehát ezt valljuk be, de hát nemrég az argentin parlament tartott egyébként egy online költségvetési vitát, amikor is az egyik képviselőjük a csoportos videóhívás közben, hát a barátnőjét ott elkezdte csókolgatni. Egyen meg a szívét.
hogy úgy mondjam, itt, ott, amott. Elfelejtette, hogy a kamera bekapcsolva van. De hát, ezt... vagy igen. Elfelejtette. Vagy büszke volt rá. Nem, ő elfelejtette, legalábbis ezt mondta. Aha. Hát nyilván egyébként vannak olyanok, akik egyen meg a szívüket, azt gondolják, hogyha ők nincsenek ugye rácsatlakozva, vagy ki tudod kapcsolni, hogyha mondjuk csinálsz egy ilyen videokonferenciát, és azt hiszed, hogy nem látnak, de közben meg a rosszul kapcsolatod ki, akkor rohadtul látnak. Hát de miért állsz neki ott matekozni a kamera előtt? Ez az. Tehát amikor egy költségvetési vita van, akkor miért állsz neki matekozni a kamera előtt? Na, hogy milyen illemszabályokat kellene betartanunk, mondjuk akik online meetingen veszünk részt, hamarosan hívjuk majd Görög Gibolya protokoll szakértőt. És most indul a Sláger reggel. Sláger 6 perc múlt 7 óra, jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. Egy argentin képviselő, hát szóval a videokonferencia alatt a barátnőjével elkezdett úgy mismásolni. Hát szóval ezzel folytatjuk hamarosan, jó reggelt. 2 perc múlva 4:18, jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. A Sláger FM Facebook oldalán nem osztottuk meg azt a videót, ami történt nem is oly rég hát egy nem, argentin képviselővel, hát valószínűleg le lenne tiltva az oldalunk, úgyhogy éppen ezért nem tettük ezt. Szóval hát amióta home office-ban vagyunk, nyilvánvalóan rengeteg ilyen videokonferenciát bonyolítottunk mi is, illetőleg hát a cégeknél ugye ez egy bevált módszer volt, és hát tényleg, szinte azt mondom, hogy naponta kerülnek fel ilyen videók, gyerek besétál a háttérben, anya, izé akarok még csokit, nem tudom, hát most ez aranyos, meg ezek ilyen kedves kis videók, rengeteg ilyet találni az interneten, de hát ami nem is oly rég történt meg egy argentin képviselővel, ez egészen egyéni. Állítólag úgy gondolta, vagy úgy tudta, hogy a kamera nincs bekapcsolva, ám de be volt kapcsolva, és a kedves kollégái is nézték végig, ahogy ő neki az ölébe ül a kis barátnője, és hát szerelmi életet élnek kvázi a kamera előtt, és de milyen rendes kollégák vannak, nem? Egyébként nem, ellenzéki képviselő volt, vagy nem tudom, rögzítették a videót, úgyhogy meg is örökítették a dolgot. Igen, az a baj, hogy sajnos az emberek még nem szoktak hozzá ahhoz, hogy videokonferenciák által nagyon sok minden látszódik, egyrészt az otthonukból, másrészt a családi életükből. Tehát azt gondolom, hogy erre is valami szabályokat ki kellene találni, amiket jó lenne betartani. Például, hogy mondjuk oké, hogy valaki felöltözik fölül, ingbe, öltönybe, nyakkendővel, alul meg egyszer alsó nadrágban ülött, és ugye véletlenül megdönti a gyerek a kamerát, akkor látszódik, hogy apa nincs teljesen felöltözött. Tehát, hogy valamilyen szabályrendszert azért erre fel kellene állítani, csak hát ugye szerintem ez majd ezen túl, vagy ezután fog kialakulni, hogy nagyon sokan maradtak például még most is home office-ban, meg ugye amikor tanulni kellett a gyerekekkel, azért az sem volt gondolom egy egyszerű sztori. Tehát biztos, hogy nagyon sok család életében volt olyan furcsaság, hogy például magyar óra volt, vagy töri óra közben meg anya, meg apa ott a háttérben éppen szeretett volna a saját főnökével, vagy kollégáival videokonferenciát bonyolítani. Konferálni egyet, igen. Na. De nekem az a furcsa, hogy természetesen megértem azt, az egy egyszerű dolog, nem kell nadrágot kivasalni, szép cipőt felvenni, stb., mert deréktől fölfelé látszódsz, jobb esetben. Néha lebukik a kamera, és akkor látszik, hogy alsogatjában ülsz egyébként papucsban, fönt meg ing nyakkendő. Az nyilván egy hülye helyzet. Na de az, hogy nekiállsz délután kettőkor kicsit ott ugye egymásra molyolni. Tehát, nem, pláne úgy, hogy egy olyan konferenciát tartotok, ami egy fontos dolog, tehát költségvetésről beszélgetsz épp a kollégáiddal. Nem tudom, tehát nekem annyira szürreális lenne, hogyha mi így a rádióból tartanánk egy konferenciát, és akkor én egyszer csak a férjemmel kezdenék el pusziszkodni. Bevételek, hát kivételek, igen, és akkor, a többi. Tehát nyilván gondolnám, hogy ha már online vagyunk, az online térbe minden kikerül, tehát mennyire kell agyatlannak lenni ahhoz, hogy ne gondold azt végig, hogy online vagytok. Hát még egy gomb, hát egy pillanat alatt átkapcsolsz, nem tudom, megnyomod, stb., és már ott vagy. Tehát azért ez egy viszonylag éles szituáció, tehát könnyen lehet hibázni. Azért ilyen alapokat alapvetően nem kellene teremteni. Igen, és ami a netre kikerül, az sajnos az ott kim van. Tehát biztos, hogy nagyon sokan a hallgatóink közül is kerültek olyan helyzetbe, hogy mondjuk valami kép vagy videó felkerült, amit nem biztos, hogy akartak. Tehát átmulatott éjszakák kapcsán is előfordul az, hogy az ember föltölt valami képet, és azt hiszi, hogy hú, de jó, lesz ez, és másnap jön, hogy te jó Isten, mit csináltam? Hát nekünk ilyen volt régebben, igen. volt, hogy véletlenül kiírta a Facebook, hogy hát ezt a képet ezt most így nem engedélyeztük. Igen. Hát ez már azért évekkel ezelőtt volt, de volt ilyen, igen. Igazából
közelítsük meg úgy a dolgot, hogy próbáltuk megnézni, hogy hol van ennek a határa, amikor a Facebook azt mondja, hogy egyebenye, ez már egy kicsit ne. Sok. Uh-huh. Igen, de ez 10 évvel ezelőtt is jól működött. Valljuk be. Igen, akkor is a keresőmotorok nagyon jól működtek. Igen. És azok, akik a tartalmakért... is jól működtek a keresőmotorok, illetve a Facebook részéről is, úgyhogy jó néhány képet, igen, azt letiltottak. De előfordult olyan, igen, ami mondjuk nem is az, hogy mondjuk tényleg annyira kompromitáló, de másnap megnézed, és jó, de azt nem kellett volna. Nézve. Igen, vagy igen, jó, de gáz, igen, hogy hogy nézek igen, ki, igen, vagy nem tudom. Igen. Ásítok éppen, vagy mondjuk ez egy jobbik megközelítés, igen. Hogy milyen illemszabályokat illene betartani, ha valaki mondjuk online meetingen vesz részt, már is elmondja nekünk Görög Ibolya protokoll szakértő. Tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy egyáltalán mit gondol erről, hogy hogy kerülhetnek emberek ilyen szituációba. Illetve, ha vicces történetük van, írják meg nekünk. Ez a Sláger reggel. 9 perc múlva 7:30. Jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Szenzációs videó került fel az internetre, bár a szenzációs az lehet azért így idézőjelben kezelni, mert hogy ugye videokonferenciákat tartunk világszerte. Mindenki, ugye, aki home office-ban dolgozik, annak tulajdonképpen ez az egyetlen olyan lehetőség, hogy ugye mondjuk a vezetőséggel tudja tartani a kapcsolatot, illetve a vezetőség is rajta tudja tartani a szemét a kedves alkalmazottakon. Hát nincs más, hogy ez mondjuk a törvényhozásban sem. Egy argentin képviselő úgy gondolta, hogy a kamerája nincs bekapcsolva, így kapva kapott az alkalmon, és a barátnőjét oda magához szorította, maradjunk ennyiben. Miközben költségvetési vita zajlott éppen. Egyébként. Igen, tehát hogy azért komoly munka folyt volna, de hát nem ő az egyetlen, nagyon sokan, akik munka közben hát mást is csinálnak. Mondjuk például ott szaladgál a gyerek, és őt próbálják elkapni, vagy mondjuk a feleség véletlenül megjelenik egy szál lenge öltözetben, tehát ez sem annyira ildomos. Éppen ezért tök jó lenne, ha lenne valamilyen szabályrendszer arra, hogy hogyan kell home office-ban tartani ezeket a meetingeket. Hát igen, mert én is például voltam, amikor ugye neglizsében ugye bejelentkeztem, szóval azért vannak ennek ilyen nehézségei, illetve igen. problémái. Na, hogy milyen illemszabályok vonatkoznak mondjuk a videokonferenciára? Itt van velünk a vonalban Görög Ibolya protokoll szakértő. Jó reggelt kívánok! Ez egy új keletű dolog, és nyilván nagyon sokan még nem szoktak ehhez hozzá, de nyilván kellene, ugye? És ennek is vannak szabályai, amiket be kellene tartani. Hát benne van a szóban, hogy home office, otthon iroda, otthonról dolgozom. Magyarán ugyanúgy kell reggel fölkelni, lezuhanyozni, fogatmosni. Nem lehet kócosan, pizsomába, hasat vakarva leülni, aztán megírni egy hivatalos ajánlatot, mert az olyan is lesz. Tehát rá kell készülni. És akár telefonon, akár videókapcsolatban, nagyon fontos dolog, hogy érezzem, hogy én dolgozom. Mert higgyétek el nekem, hogyha például egy telefonbeszélgetésnél is hátradől a foteljába, a forgószékébe, és oda-vissza, jobbra, balra, úgy forgolódik, akkor az a szövegben is érződik, hogy sabadabadabada. Igen. Tehát egyenes derékkal kell már beszélni. Hát a videó kapcsolatról meg nem is beszélve. Hát ott a látott információ, ott 74%-a a látott információ annak, amit én mondani akarok. Hmm. Tehát nagyon kell tudni, hogy nézek ki, mi van a háttérbe, azt előtte ki kell próbálni, egyenes derékkal ülni elő, és nem pedig hátravetve magam, tehát hogy mi van ott, a gyerekek ne szaladgáljanak, ne legyen mosatlan ott a háttérbe, tehát ezek mind üzenetek a részemről. Képzeld el, hogy én amikor mi is home office-ban voltunk, csináltam videóinterjúkat énekesekkel, és tök érdekes volt, mert a hölgyeknél az elsőleges szempont volt, hogy mondták, hogy jó, majd olyan napon vegyük fel, amikor ők kisminkelik magukat, mert nem minden nap csinálták ezt nyilvánvalóan. Tehát, hogy fontos volt az is, hogy hogy néz ki az illető, mint ahogy nekem is. Tehát én sem ültem oda a kamera elé, úgy, ahogy reggel fölkelek, kócosan, smink nélkül, nem tudom. Tehát ebben teljesen igazad van, de miért van az, hogy sokan ezt nem veszik komolyan? Sőt, az emberek 80%-a ez pont magasról. Hát pedig az elég baj, mert saját magának árt vele. Hogy miért nem? Hát tudod, nem mindenkit mi csináltunk. Hát ha valaki ezt nem fogja föl észre, nem fogja föl észre, akkor az saját magának ássa meg a vermét. Hát a főnökkel nem lehet úgy beszélgetni, hogy közben benne van a fék, ezt kifricsítok a számba. Igen. Tehát azt az embernek tudnia kell. Hát én most nem azt mondom, hogy egy home office-ba kis kosztümbe üljön ott nekem gyöngysorba, vagy minden nyakendőbe, mert az megint más. De hogyha egy férfi legalább ing legyen rajta, ugye? Ne ez a kinyújtnakú póló. Ugye. Tehát pláne, hogyha olyan szakma, hogy mit tudom, mint broker vagy valami, hát akkor annak biztosítási ügynök, annak eleve úgy kell kinézni, mint az katujából vették volna ki. És hogy mondtátok is, hogy lent aztán nem baj, ha matkónadrág van rajta, de ami látszik, az kell tükrözne, amiről beszélek. Teljesen igazad van, igen. Tehát azt akkor kijelenthetjük, hogy kinek mi a foglalkozása, ahhoz mérten
otthon, otthoni körülmények között épp ugyanúgy öltözzön fel, épp ugyanúgy pontosan jelenjen meg, mint hogy egyébként a munkahelyén is tenni ezt. Pontosan, hát erről van szó, ez otthoni munkavégzés, sőt, nagyon sok helyen talán nálunk is majd lesz, ugye ez meg a cég az még ad anyagi támogatást is, tehát abszolút rá kell készülni arra, hogy ez egy otthoni munkavégzés. És még egyszer hangsúlyozom, hogy ez, hogy ne pizsamába üljél le, ez nem csak a videó kapcsolatnál van így, hanem egyébként is a munka számítógépes, telefonos munkánál is másképp írom azt a levelet, ha kifő vagyok költözve, és lezuhanyoztam. Teljesen igazad van. Ez tényleg így van. Igen. Hát, magunkon is tapasztaltuk ezt. Hogyne, pláne, hogyha ugye együtt dolgozunk, ugye Petránk, mondtam, hogy mondom, hogy valamit csináljunk már a hajaddal. Hát, ez nem igaz, az én hajam? Kikérem magamnak. Mindig nagyon figyelsz magadra, igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Nagyon szívesen. Köszönjük szép napot. Szia-szia. Mondom ezt én egyébként, akit Dínónak kereszteltél el, nem is olyan rég, igen. De most milyen a hajam, na milyen? Most nagyon jó, mert fodrásznál voltál, nagyon szépen köszönjük Görög Ibolya protokoll szakértőnek, hogy eligazított minket, és hogyha esetleg volt olyan vicces vagy szürreális történet, amit megtapasztaltak a saját bőrükön a home office-os videokonferenciáknak köszönhetően, akkor írják meg nekünk. 0630 30 30 95 8, addig pedig itt van George Michael, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Sláger reggel. 5 perc múlva 3:48. Jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Olyan jó halad ez a mai nap is. Nem? De tényleg. Tehát, hogy esik az eső, kicsit olyan szomorkás, nem kicsit szomorkás, nagyon szomorkás őszi időnk van, de hogy valahogy olyan jól indul ez a reggel. Én úgy szeretném, hogy minden hétfője jól indulna. Igen, mondjuk lehet, hogy kipihentebbek vagyunk, mint más hétfőkön szoktunk lenni. Mi? Ez is előfordulhat. Én biztos, hogy többet aludtam. Tényleg? Igen. Mikor keltél? Hát hétvégén most egyszer aludtam 11 órát, egyszer meg 9-et. Hát be kell pótolni a hétköznapi 5-6 órás alvásaimat, vagy valahol pótolni kell, és most nem volt semmi olyan mulatság, ami éjszakában nyúló lett volna, úgyhogy hát, időben lefeküdtem. Már nem is nagyon lehet olyan mulatság. Ja, tényleg, éjszakában nyúló nem is, 11-ig tart maximum. Hát hiába most, vermeljük el magunkat így a őszi-téli szezonra. Nem, mert most látom, hogy egy csomó helyen úgy csinálták meg a bulikat, vagy összejöveteleket, hogy délután 5-kor indul, mint régen a tini diszkóban, és aztán 11 órakor pedig lámpa leoltás és viszontlátásra. Hát de mennyivel több időnk marad mindenre, nem? Igen. Ez olyan hülyeség egyébként, hogy ez ki lett tolva, hogy éjfél előtt nincsen buli. Igen. Tehát, hogy ez olyan hülyeség. Nem tudom, miért alakult így. Meg gyorsabban tudod kiheverni, ha sokat táncolsz. Na, így és van, akkor igen. Hazaérsz éjfélre, alszol reggel 8-ig, teljesen jó. Szerintem nem vagy jó. Annyi időt a ringlispillen. Ezek fontos dolgok. Így van. És hát, hogyha már otthon maradtunk, ugye nagyon sokan otthonról dolgoznak a mai napig is, illetve hát most már akár újra is, és a home office-ban ugye előfordulnak ezek a videóhívások, amiből különböző problémák előfordulhatnak. Ugye egy argentin képviselő példáján beszélgetünk erről, aki úgy gondolta, hogy a kamera vagy ki van kapcsolva, ő pedig a barátnőjével ott elkezdett enyelegni a kamera előtt, hát felkerült az internetre, azóta is ott van. Gábor azt írja nekünk, én home office-ban főzöm a pálinka, a levest, a hajam és a munkaruha outfitem, ehhez mérten tökéletes. Nagyon jó. Jó, Gábor. Jó, de előfordulnak ilyenek. Egyik ismerősöm például, ők ilyen maratoni videokonferenciát tartanak, de ugye olyan videokonferenciát, most meg nem mondom, hogy ez melyik verziója, ugye rá számos ilyen alkalmazás van, és ott ugye nem muszáj bekapcsolnod a kamerádat, igen, a hangszórót is, és nyáron a home office, és, de azt is le tudod némítani, tehát hogy vagy benne, ugye hallod, hogy a többiek miről beszélgetnek, de neked ugye nem kell részt venni, úgyhogy ő konkrétan majd, hogy nem leégett, mert ugye napozott végig. Ne! Telefon fülbe bedug, telefon félretéve, 4 órán keresztül, annyi 2 megszólalása volt, a jó reggelt, sziasztok! Sziasztok, vigyázzatok magatokra. Ez volt 4 órát így keretbe foglalta, és közben lesült a napon, teljesen jól el volt. És senkinek nem tűnt ez fel? Járva szólt. Hát nem, hát a kamera nem volt bekapcsolva, a mikrofon nem volt bekapcsolva, nem szólt hozzá. De nem volt nekik fura, hogy ő soha nem szólt hozzá semmihez? Gondolták, hogy hát itt tök jól áll valóton, és akkor ott így elveget ágat, mint egy szobanövés. De hányan vannak ilyen munkahelyeken például, akiről senki se tudja, hogy ő mit csinál. Van, aki ezek a ilyen lidértszerű, ilyen nem tudom, ilyen látens munkakerülők, és akkor úgy látod, hogy úgy mindig megy egy kávéval valahová, jobbról balra, de hogy soha nem csinál semmit. Nekünk is volt ilyen kollégánk, már nem dolgozik itt, akiről én nem tudtam. Jó, hát hivatalosan tudtam, hogy mit csinál, de amúgy többet láttam beszélgetni, mint dolgozni. Vagy aludni bizonyos falrésekben. De azt nem én láttam, hanem azt te, és akkor mondtad, hogy nézd meg!
Figyelj, nézd, izé, bebolintott, igen. És tényleg vannak ilyen rejtőzködők, akik nagyon ügyesen meglapulnak, meg húzzák magukat. Ugye? Igen, de igazad van. Na tessék, ugye? Igen. Hát tessék, milyen felismerés lehet van azért. Ilyen kollégájuk egyébként, aki úgy észrevehetetlenül, láthatatlanul ott úgy elvegetálgat, és amúgy nem nagyon csinál semmit. Nyugodtan írják meg a nevét, szívesen bemondjuk. Persze, Szembesítés című műsorunk következik. De ne, ez tényleg tök jó lenne. Most kíváncsi vagyok arra, hogy hányan merik bevallani, hogy vannak ilyen kollégáik. Hát, vagy hányan merik bevallani, hogy ők maguk azok. Á, olyan nem lesz. Olyan nem lesz, á, szerinted? Nem, te ezt el tudod képzelni. Felveszi a fizetését, de az ég egyet a világon nem csinál semmit. Hát, az ki fogja bevallani. Fú, de jó. Milyen jó lehet neki, nem csinál semmit, csak zsét kap. Az nem rossz. Tök jó. Jó reggelt mindenkinek, írják meg 0630-30-30-95-8. Jön a Royal Gigolos, jó reggelt! Sláger reggel! Hoppá, 8 perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. Videokonferenciás balesetek kapcsán jutottunk el odáig, hogy megtaláljuk azt a kollégát, aki a legkevesebben dolgozza konkrétan a munkahelyen, és egy ilyen látens kávéiszogató, majd hazamenő. És fel sem tűnik mondjuk home office-ban, hogy tehát, hogy ő ott van, vagy nincs ott, vagy mit csinál. Azt írja egy hallgatónk, név nélkül, 2 évet lehúzott nálunk semmittevéssel, egy ilyen élősködő, no comment. Csókosnak lehet? Ja, hát az meg a másik, amikor valaki más. Csókos, ilyen, és neki azért lehet. Szandi azt írja nekünk, sziasztok, de ismerős, amit mondtatok, majdnem kiköptem a kávémat, amikor elkezdte Tomi ecsetelni. Igen, nekünk is van ilyen kollégánk, igen, úgy hívják, hogy Tamás. Nem te Tamás. Már azon gondolkozom, hogy Szandi, csak nem az a Szandi. Nem, a tévében a szerkesztőnk, biztos nem ír ilyet. Nem, de Szandinak is. Hát a Tamás egy elég gyakori névszívem. Azt hittem, hogy valami más. Tudod, nekem is volt 4 Tamásom, mármint, hogy most van a negyedik, úgyhogy ez egy gyakori név. Én mondjuk a negyedik Tamásom? Nem. A párkapcsolataim terén, de ezt mondtam Isten, neked, hogy a negyedik Tamással élek. Erre én biztos, hogy emlékeznék. Erre én biztos, szóval Tamás egy gyakori név, ez a lényeg. Negyedik Tamás? Tehát most már így? Ez egy király elütötted? Ez tényleg vicces egyébként, de hát igen. Amikor egyszer végig számoltam, mondom, ját, úristen, valahol, ilyen sok Tamás volt az életemben, tehát, hogy csak Tamásokat választok? Figyelj, de látod, lényhűtő Tamás is van, akkor most mi van akkor? De lehet, hogy ő csókos. Az más. Arról nem beszélünk. Teljesen más. Arról nem beszélünk. Igen. Nem tudom, hogy hallottak-e már a kívánság csapatról, az viszont egészen biztos, hogy csodálatos dolgokat viszek véghez. Egy ételfutár, egy kozmetikai termékeket árusító diáklány és egy légiutas kísérő. Hihetetlen történet ez. Egy csapat, akik a szívükre hallgattak, és több mint 2 évvel ezelőtt arra tették fel a szabad idejüket, minden energiájukat, tudásukat, képességüket, hogy beteg és vagy nehéz sorsú gyermekek álmait váltsák valóra bármiféle anyagi juttatás nélkül. Azért ez nagyon-nagyon szép dolog, igen, hogy valaki ezt így elindítja minden nélkül, szóval le a kalappal előttük. És egyébként volt egy közös történetünk nekünk már a Sláger FM-mel és ővelük, mert hogy egy meseautós történetről van szó. Na, ezt is elmeséljük, hogyha esetleg nem látták volna. 8 óra után Zima Nikolett és Zavecki Tibor lesz a vendégünk, most pedig érkezik a Bagosi Brothers Company. Valahol itt van az ősz is, szerintem. 98. És most indul a Sláger reggel. Sláger. 6 perc múlt 8 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Vannak furább dolgok, amik furán történnek. Kisütött a nap. Mert igen. Szerintem már tudja, hogy miről fogunk beszélgetni. Érdemes megnézni a Sláger FM Facebook oldalán, mert megosztottunk egy videót. 8:49, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hogy miért dönt úgy egy ételfutár, egy kozmetikai termékeket áruló diáklány és egy légiutas kísérő, hogy szabad idejüket arra tegyék fel, hogy beteg vagy nehéz sorsú gyerekek álmait váltsák valóra, hát ezért vagyunk itt. Itt van velünk Zima Nikó és Zavecki Tibi, a Kívánság csapat alapítói. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Köszönjük a hallgatókat. Szóval, ki döntött így? Tibi, te voltál az értelmi szerző? 2 évvel ezelőtt én voltam nagyjából, bár meggyanúsítottak már azzal, hogy nem feltétlenül én voltam az ötletgazda, hiszen volt korábban hasonló műsor, amit én nagyon szerettem, mikor még mondhatom, hogy mi gyerekek voltunk, igen, a Dévényi Tibi bácsinak a 3 Kívánság műsora. És amikor annó, ezt is mindig megkérdezik, még Miskolcon én munka mellett régen hobbi szinten rádiós műsorvezetőként dolgoztam, akkor mindig mi is karácsony tájéken az ünnepek előtt elkezdtünk gyűjteni rászoruló családoknak és gyerekeknek mindenféle ajándékot, és azt gondoltam, hogy miért ne lehetne akár minden nap, vagy az év bármely szakaszában egy karácsony, vagy egy ünnep, vagy egy meglepetés, és így jött gyakorlatilag a kívánságnak az ötlet, hogy betegben nehéz sorsú gyerekeknek adjunk élményeket és kívánságokat váltsunk valóra.
Tehát és az... Nikó, te hogy csatlakoztál? Erőszakosan. Mert mindig azt mondták, hogy a csapat megvan, és hogy nem kell segítség, de én követtem az elejétől a munkájukat, és én csak úgy szimplán jó vagyok, meg ilyen nagyon jó lelkű, meg segítőkész, és egyszerűen rájuk írtam, hogy én itt vagyok, és én egy csomó mindenbe tudnék segíteni, és hogy hadd segítsek, uh-huh. És addig írtam, hogy a Tibi végül a párjával együtt elfogadott. Tibi, neked az ötlet az, hogy most ezt elmondtad nyilvánvalóan az, hogy hogy indult uh-huh. el benned ez a dolog. De mi volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy na most akkor ebben az irányba indulunk el. Tehát, hogy láttál egy történetet, amin úgy érezted, hogy tudsz esetleg segíteni, vagy egy kedvességgel tudsz segíteni, vagy előbb volt meg az ötlet, és utána indult meg a kvázi keresés. Hát az alapmotivációm az mindig az volt, hogy bizonyára ti is, hogyha közlekedtek a városban, és láttok mondjuk egy elesetet, egy otthontalan embert, vagy egy kóborállatot, vagy kinek mi éppen a szívügye, akkor próbáltok segíteni. És úgy voltam vele, hogy legyen ez egyfajta példamutatás. Tehát én nem azt mondom, hogy minket kell mindenkinek követnie, de hogyha el tudunk kérni tömegeket, már pedig hál' Istennek ezek a videókkal el tudunk kérni, akkor szerintem nagyon sokan el tudnak gondolkodni, és pont az volt a koncepcióm, hogy mutassuk meg az embereknek, hogyha összefogunk, akkor mekkora csodákat lehet tenni, és így történt ez nagyjából, hogy a meseautó történetében is. Igen, ha már videókról beszéltünk, és ha már a meseautóról, tessék felmenni a Sláger FM Facebook oldalára, zsepiket előkészíteni és megnézni, mert Tomi is pont pénteken beszélgettünk erről, hogy amikor megnézte ezt a videót, ugye ehhez nekünk is van kötődésünk, a Sláger FM-nek, hát azért az nagyon megható volt. Így van, és mi is láttuk. Az volt a nagyon furcsa, hogy ugye nyilvánvalóan mi egy viszonylag kis közösség vagyunk itt, és mindenki tud mindenről, hogy mi történik itt a rádióban. És ugye ez Garami Gábor áldásos munkájával, illetve hát segítségével együtt sikerült. És én egyszer csak pörgettem a Sláger FM Facebook oldalát, és látom, hogy kiraktunk egy videót. Nézem, mondom, hát ez mi? Elkezdtem nézni este otthon, egyedül. A gyerekek? Tehát az egy dolog, hogy most föláll a szőrakaromon, tehát hogy csak így belegondolok. Én nekem patakokba folytak a könnyeim. Megérkezett a Dóri, a kedves feleségem. Mi az, hogy veled mi van? No, figyelj, ülj le. Hagyj már nézzük ezt a videót. Ülj le, megnéztük újra együtt, akkor már ketten sírtunk. Igen. De komolyan, tehát, hogy patakokba folytak a könnyeim. Meséljük el azért a történetét ennek a videónak. Tessék megnézni, még egyszer mondom, a Sláger FM Facebook oldalán, de aki még nem látta, és egy picit próbáljunk az ő kedvüket is, vagy felcsigázni a kedélyeket, hogy nézzék meg, és hogy miért érdemes, és hogy mit lehet belőle tanulni, mert azért nagyon fontos ez is. Hát az itteni főszereplőnk, mert ugye az eredeti filmben a Stoll András volt a főszereplő, viszont a mi kis filmünkben, a videónkban a Máté egy különleges kisfiú, aki egyébként autista, sajnos, és őt édesanyja nagyon nehéz körülmények között neveli. Az anyuka egyébként egy röntgenasszisztens, egy Fehérvár környéki kis településen dolgozik egy rendelőben, és kaptunk az ő kolléganőjétől, tehát nem is a gyermektől, és nem is az édesanyjától, hanem az édesanyja kolléganőjétől kaptunk egy megkeresést, hogy hát a kolléganőnek van ugye egy beteg fia, aki imádja a Meseautó című filmet, tényleg rajong érte, és kívülről tudja a szöveget, és hogy nagyon szeretne valami meseautós élményt. És akkor gondoltunk rá, hogy hát be kellene ültetni egy kabrióba, elvinni őt ugye egy körre, és Nikó aztán tovább fűzte ezt a vonalat, mert azon gondolkodtunk, hogy mit lehetne még, és megkerestük ugye a Stoll Andrást, aki tényleg minden tiszteletünk az övé, első kérésünkre elvállalt ezt az egészet, és hát most már nem titok, hogy a következő hétvégén volt az ő esküvője. És az esküvője előtt néhány nappal eljött gyakorlatilag, és velünk töltött egy teljes napot, és 40 fok volt talán június utolsó hétvégé a legmelegebb nap, és egyszerűen le a kalappal előtte. Egy tényleg csoda történet született. Én Nikónak átadom a szót, mert ő nagyon sokat szervezett ebben a videóban. Mert hogy nem gondoltuk volna, hogy elő tudjuk keríteni ezt a meseautót, ami már 20 éves kabrió egyébként, és kézzétek, hogy létezik, és itt van az országban, és a tulajdonosa annyira kedves volt, hogy a rendelkezésünkre bocsájtotta, sőt ő is ott volt egyébként a meglepetéskor. Kerestük sokat, végül is a Facebook, pont említettétek a Facebook mennyi mindenre Igen. jó, én is kiposztoltam, hogy mi vagyunk a kívánság, és keresnénk ezt az autót, nem fogjátok elhinni, 20 perc alatt tudtuk, hogy melyik mélygarázsban áll Budapesten az autó, és a tulajdonosnak a fia egyből meg is keresett minket, úgyhogy meglett az autó. Aki nem tudná, bocsánat, a filmben ugye a Stoll András egy sofőrt alakít, így van. És egy kabrióval érkezik ugye a másik főszereplőhöz, És azon gondolkodtunk, hogy mennyire jó lenne, hogy ezt az eredeti autót megtalálni, és hogy Nikó mondta, hogy meg is találtuk, és hát ugye Mátinak sikerült ezzel egy óriási élményt okozni, hiszen elvittük őket ugye egy wellness hotelbe, és ezt is Nikó szervezte, hogy találtunk egy olyan hotelt, ahol szeretettel látták, és vendégül látták a Mátét és az anyukáját ugye egy wellness hétvégére, ahol történtek még érdekességek.
Jaj, többek között egyébként, mert hogy az volt még az alaptörténet, hogy a Mátéknak nem volt autójuk. És mielőtt az egész történet megszületett, valami csoda folytán, és ezek nem tudom, ezek hogy találnak ránk. Pont előző este. Igen, egy család megkeresett minket Dabasról, egy fiatal család, egy fiatal házaspár, aki azt mondta, hogy látják, mivel foglalkozunk, és nekik van egy régi Renault Clio-juk, és azt ők felszeretnék ajánlani egy rászoruló családnak. Ó, de édesek. Elképesztő. És aztán hogy jött Garami Gábor a képbe, azért azt is mondjuk el, mert azért ő is kellett ehhez a csodához. Igen, aztán gondolkodtunk, hogy mi lenne, ha nem csak egy nagy piros mostoval kötnénk át ezt az autót, és oda ajándékoznánk neki, hogy legyen autójuk, és akkor ez az ő mese autójuk ugye a kabriós élményen kívül, hogy édesanyjának is segítsünk, és ugye ezáltal Mátinak, hiszen nem tudták ugye a Mátét hordani kezelésekre, és ugye orvoshoz, meg iskolában. Most már ez ugye hál' Istennek megoldódott ennek a családnak köszönhetően. Hanem gondolkodtuk, hogy hogyan lehetne ezt olyan nagyon szépen átadni, hogy tényleg könyvfakasztó is megható legyen. És hát ekkor jöttetek ti a képbe, és megkerestük a Garami Gábort, Nikó hívta föl telefonon, és elmondta neki, hogy kik vagyunk, és nem pénzt szeretnénk kérni, mert mi hanem nem alapítványos. Tényleg is kezdtem a telefonban. Egyszerűen csak segítséget. És ő örömmel mondott igent, és azt mondta, hogy ezt mindenképpen megszervezi, úgyhogy néhány héttel ezelőtt valóban itt ültünk megint ebben a stúdióban. És gyakorlatilag felvettünk egy beszélgetést, minthogyha aznap történne, de ez ugye most kulisszatitok, hogy szombati napon vettük fel, és vasárnap másnap játszottátok le adásba, és nagyon ki volt számolva minden, hogy amikor a Stoll András elvitte egy körre a Mátét kabriózni, utána visszaérkezzünk időbe, hogy már átüljünk az ajándékautóba, ugye, amit az édesanyja kapott, és ott megszólaljon a Sláger FM-en ugye a Meseautó című dal, és amikor ez megtörtént, és visszaértünk a hotel elé az autózásból, akkor a rádión keresztül értesüljön arról, hogy mostantól ez az autó az édesanyja. Oh, szóval hihetetlen. Ez de jó. Egyébként zokogtunk mi is a helyszínen. Hát nem csodálom. Tehát azok a pillanatok, ezért csináljuk többek között. Mi akkor zokogtunk, amikor a videót megnéztük, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ebben részt vehettünk. Ugye mindjárt folytatjuk a beszélgetést, és azt, hogy ti milyen csodákat műveltetek eddig még. Okay. És most gyorsan még bele lehet pörgetni a videóba a Quimby alatt. Igen. A Sláger FM Facebook oldalán ezt is meg lehet nézni. Hajrá, hajrá! Ez a Sláger reggel! 6 perc múlva 8:30. Jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Továbbra is folytatjuk a beszélgetést Zima Nikóval és Zavecki Tibivel, a Kívánság csapat alapítóival. És hát rengeteg üzenet érkezett, illetve a Sláger FM Facebook oldalán megosztottuk azt a bizonyos meseautós videót is, ezt is, hát ahogy látom, azért jönnek a lájkok, illetve még a megosztások is rá, hát ez tényleg egy könyvfakasztó történet. Azt írja valaki, nagyon örülök, hogy elhívtátok őket, néha visszanézem a videókat, és elsírom magam, nagy ölelés nekik. Köszönjük aztán szépen. Még egy üzenet, sziasztok, Nati vagyok, én 3 autista gyermeket nevelek, és nekem is Máté a nagyfiam, mi is felajánlott autóval járunk, nekem már attól potyognak a könnyeim, amit megtettetek. Köszönjük szépen, de édes. Nagyon aranyosak, köszönjük szépen. Hát ezek az üzenetek töltenek fel minket is, meg ugye, amikor egy-egy videót föltöltünk, és utána látjuk, hogy volt értelme annak, amit csináltunk. Egyrészt, mert valóra váltottuk egy gyerek álmát, segítettünk a közvetlen családjának, ezáltal a gyermeknek is, hogy könnyebb legyen, illetve ugye az a rengeteg komment, hozzászólás és megosztás, amit mi kapunk utána, meg privát üzenet, vagy egyszerűen csak, hogyha találkozunk barátokkal, ismerősökkel, vagy azok kollégáival, és akkor rájönnek, hogy hűha, tehát tényleg ti voltatok, akik csináltátok ezt a videót. Deszmeló mellett hogy tudjátok csinálni? Mert ez óriási energia, tehát van a saját munkátok, van gondolom egy családi életetek, és igen, még amellett ezt szervezitek és csináljátok. Éjjel-nappal. Tehát meló előtt, meló után, nincsen hétvégénk. Nyáron például nem jutottunk el igazából sehová nyaralni, mert az összes hétvégénket együtt töltöttük, mert vagy valamit szerveztünk, vagy éppen meglepetés volt, éppen kívánságteljesítés, de imádjuk. Tehát szerintem én pont múltkor mondtam a Tibinek, illetve a párja, aki velünk van, Szűcs Vivien Vivinek, hogy gyakorlatilag mi olyan kívánságosak vagyunk, ezt nem lehet máshogy mondani, jellemezni. Tényleg, nem tudom. Nehéz, én ebédfutárként dolgozom egyébként Miskolcon. És most is kell visszamenned dolgozni, igen, azért nagyon kemény, igen. Fél Miskolc éhezik egyébként, még beszélgetünk. Igen, mert van másodállás, majd délután sokan nekem a hétvégém szabadok meg ugye a munkaidőmet azzal töltöm, hogy miközben én dolgozom, akkor kihangosítom az autóba a telefont, és akkor közben szervezkedünk. És hát nyilván ez így van Nikolnál, és így van Vivinél is. Most dolgozik, tehát azért nem tud itt lenni, azért vagyunk csak ketten, de tényleg rengeteg, tehát nem akarjuk itt sajnáltatni magunkat, mert ezt mi vállaltuk önként és fizetség nélkül, de nyilván az a legnagyobb fizetség, amikor látjuk azt a szeretetet, amit kapunk az emberektől, meg ezektől a gyerekektől. Hát tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy ezek csoda történetek, és nem csak a Máté féle történet van, hanem van azért még egy jó néhány, hogyha megnézik esetleg a hallgatók
közösségi oldalunkon. Van egy másik nagy kedvencünk egyébként, a Glóriás történet, amikor Bájalexel szeretett volna találkozni egy szívbeteg kislány. És ezt azért mondom el ezt a történetet, mert ez is egy megerősítés, egy visszaigazolás számunkra is, meg a hallgatóknak is, hogy vannak csodák, vagy hogyha valamit nagyon szeretnénk, akkor azt el tudjuk érni, és hogy mennyire nagy segítség egy ilyen élmény egy gyermeknek, hogy mennyire át tudja lendíteni a betegségen, átsegíteni, vagy a nehéz időszakon őket, hiszen én könnyes szemmel olvastam bő egy évvel ezelőtt egy üzenetet, amit Glóri írt nekünk, és azt írta, hogy sziasztok, 11 éves vagyok, és eddig háromszor meghaltam, és akkor nem tudtam tovább olvasni az üzenetet. Tehát hogy lehet az, hogy egy gyerek háromszor meghalt, háromszor újraélesztették? És ez valóban így történt, beszéltem az édesanyjával, és mondta, hogy igen, 1% esélyt adtak neki a gyógyulásra az orvosok, és hogy ő műszívvel él egyedüli gyerekként az országban. És hogy neki annyi lett volna a kívánsága mindössze, hogy találkozzon a Bájalexel, és meggyógyuljon. Ugye mennyire puritán dolog ez. Igen. Hogy amíg mások mondjuk ilyen-olyan mobiltelefonról, vagy bármiféle kütyükről álmodnak, addig ő csak idézőjelben csak meggyógyulni szeretne, mert egyszerűen szeretné, hogyha ugyanúgy tudna élni, mint a korosztálybeli társai. És amikor összehoztuk ezt a találkozót a Bájalexel, aki egyébként végtelen jó fej volt, és elmondta, hogy ő soha nem csinált ilyet, meg nem is nagyon szeretne, akkor azt mondta, hogy örömmel elvállalja. És hát amikor Glória meglátta, hogy a mentőautóval az Alex ugrik ki, akkor hát potyogtak a könnyei. És ami a legnagyobb élmény volt, hogy ugye utána nekünk írt egy üzenetet, egy SMS-t az édesanyja másnap, és írta, hogy gyakorlatilag a műszíve becsipogott 6-7-szer aznap, ami azt jelenti, hogy a szíve újra elkezdett dolgozni saját magától, amire hónapok óta nem volt példa. Tehát, hogy olyan löketet, olyan élményt kapott a kislánya, hogy a szíve újra elkezdett dobogni. És utána az Alexel kinyomtatott fotóval ment be a műtétre, és gyakorlatilag már mondhatjuk, hogy egészségesen gyógyultan él, aki korábban 1%-ot kapott. Hát nehéz ez után bármit is mondani, de szeretnénk, ha még maradnátok velünk, jó? Még kicsit maradom. Kis lelki töltetet tudunk adni a hallgatóinknak. Sláger reggel! 5 perc múlva 3:49, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Továbbra is itt van még velünk Zima Nikó, Zavecki Tibi, a Kívánság csapat alapító. Jó reggelt, sziasztok! 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 Kitettük ugye a Sláger FM Facebook oldalára a meseautós videót, és azzal kapcsolatban azt írja nekünk Ádám, a Kívánság csapata egy csoda, olyan dolgokat visznek véghez, ami hatalmas dolog, és visszaadják a hitet a jóban. Tehát kiderült, hogy a ti hallgatóitok, mi nézőink. Igen, úgy tűnik, hogy igen. SMS-ben is jönnek bőven, párhuzamosan hallgatlak benneteket, és nézem a meseautós videót, és sírok. Üdv, Tomi. Érdes. Jani is azt írja, 53 évesen zokogok. Köszönöm, hogy vagytok. Jaj, de drágák vagytok. Köszönjük szépen. Mi az, amiben tudnánk esetleg nektek segíteni? Bár nem kértetek ilyet tőlünk, de mi azért a Tomival nagyon sokat gondolkodtunk, hogy tök jó volna, hogyha van arra lehetőség, segítsünk mi is, akár a munkátokat, vagy van-e egyáltalán valamire szükségetek? Hát nem, hát megnyertük most az ötös lotot múlt héten. Jó, de király, oké. Ezért is iszunk, szükségünk. Nem. Akkor önnek örülünk, jó helyre került a pénz végre. Igen, nem, szóval... igazából hálásak vagyunk erre, hogy itt vagyunk, és beszélgethetünk veletek, és esetleg eljutunk a hallgatókhoz is, minél többen tudják követni a munkánkat. De nem szoktunk még kérni, igazából mindig az adott kívánsághoz keresünk támogatókat, és azokat, egyedi. Igen, pontosan, és azokhoz próbálunk mindig keresni bárkit, aki hozzá tud járulni. Viszont amiben esetleg segítséget kaphatunk, hogyha úgy alakul, ha bárkinek van olyan kapcsolata, céges kapcsolata, ismerőse, aki esetleg támogatna minket, akkor a Facebook oldalunkon keresztül el lehet minket érni, illetve ami nagyon nagy segítség, hogy mi ugye nagyon sok kilométert megyünk a kis kívánságbuszunkkal, és üzemanyag problémáink azok mindig vannak. Tehát akár üzemanyagutalvány. Ezt hogy szoktátok megoldani? Saját zsebből finanszírozzátok? Többnyire igen. Próbálunk támogatókat keresni, volt korábban, ugye miskolci vagyok, egy miskolci diszkont üzemanyag kút tulajdonosa felajánlotta, hogy hát nagyon megható, amit csinálunk, és hogy akkor minden egyes kívánság videó szervezésekor és forgatásokor egy teli tank üzemanyagot kapunk, ami nagyon nagy segítség, hiszen több 10 000 forintról beszélünk. Aztán, hogy jött a koronavírus járvány, és sajnos ez egy pár hónapja most szünet elapadt, úgyhogy nem tudjuk, hogy ennek lesz a folytatása, de nagyon hálások voltunk ezért, és hogyha valaki üzemanyag kút tulajdonos esetleg, vagy... Van egy kutat otthon, vagy a sok kicsi sokra, vagy alapon. Ami nekem kutam van, abban ne tankoljatok. Nagyon el van már iszaposodva. Vagy én keresek sejket is magamnak. Jó, az egy jó ötlet, tényleg. A sok kicsi sokra, vagy alapon tényleg viccet félretvél, tehát hogyha üzemanyag utalványan szeretnének minket meglepni hallgatók, nézők, annak is nagyon örülünk, tehát akkor tényleg várjuk a ezek
ezeket a felajánlásokat esetleg a Facebook oldalunkon, mert hogy tényleg rengeteget utazunk, és ahogy mondta Nikó, és nem szoktunk pénzt kérni, hiszen a pénz mindig csak egy eszköze az a dologhoz, amit szeretnénk megvenni belőle, tehát hogyha ha valaki üzemanyaggal segíteni, hogy utalványjal, akkor az nekünk tényleg szuper nagy segítség. Igen, és amit mondtál, hogy ugye sok kicsi sokra megy, hogyha megnézzük azt, hogy például ezt a meseautós videót, hogy most ide kattintok a Sláger FM Facebook oldalára, ugye alul írja, 251 ezeren tekintették meg a Facebookon, tehát azért ez valami eszméletlen szám, tehát igen, rengeteg emberhez eljut, úgyhogy bízunk benne, hogy akkor ebből a rengeteg emberből is valaki azt mondja, hogy igen, én természetesen támogatlak titeket. Mi pedig felajánljuk azt, hogyha bármikor mondjuk olyan gyerekkívánság érkezik hozzátok, aki rádióba szeretne jönni, vagy itt lenni velünk egy reggeli műsorban, nagyon szívesen. Itt vagyok már, valóra is váltottam. Valóra is váltottátok, köszönöm szépen. De tényleg. Tivikének az álmát. De hát, hogy tök szívesen. Nem, nagyon köszönjük, tényleg jelentkezni fogunk. Úgyhogy amiben tudunk, nagyon szívesen. Biztos lesz ilyen. Tehát korábban is gondolkodtunk, hogy vajon milyen kívánság lesz mégis. És akkor nagyjából be is jöttek az elképzelések. Én még mai napig várom egyébként, amire én a legelső körben gondoltam, hogy biztos lesz, aki rendőrautóba akar ülni, meg rendőr akar lenni, tudod, egy napra, de nem jött még ilyen kérés. Biztos, hogy lesz ilyen is, tehát én biztos vagyok benne, hogy mentős, tűzoltó. De bármit végrehajtunk egyébként, nekünk nincsen olyan, hogy lehetetlen, ezért vagyunk. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Mi köszönjük, hogy meghívtatok. És a munkátokat nagyon. Köszönjük. Mi köszönjük. Köszönjük. Szép napot. Szép napot, és jó utat. Sziasztok. Kívánunk, mert hogy irány Miskolc, ugye? Igen, Miskolc megyek dolgozni. Kemény. Hát akkor jó munkát, és sok erőt mindenhez. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok. Ez a Sláger reggel. Rátod City, ezt én mindig beüvöltöm. 10 én perc múlva 9 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással, Subbase Monster egy zseni, imádom a szövegeit. Nagyon jó, ez egy nagyon jó kis sláger. Van egy jó hírem, ugyanis iszonyatosan nagy nyereményeink vannak a napemberének, és nem a jelölőnek mondod. Is adunk ajándékot, hogyha esetleg jelölik mondjuk a feleségüket, férjüket, vagy a legjobb barátjukat, vagy kollégájukat, vagy bárkit, akkor a napembere 4 fő részére szóló családi mozijegyet kap a Iacaria mozifilm című francia animációs film vetítésére a Vertigo Media jóvoltából, valamint az esélyt egy 2 éjszakás félpanziós családi wellness utalványra. Micsoda? Az Oxygen Hotel jóvoltából, igen, a nyertes pénteken fogjuk egyébként sorsolni, és maga a jelölő is kap 4 fő részére szóló családi mozijegyet, szintén a Iacaria mozifilmre, tehát 8-an együtt elmehetnek, hogyha mondjuk egy családban van a napembere, illetve a jelölő is, úgyhogy érdemes írni, hogy ki legyen a mai napembere. Akár mondjuk tényleg lehet olyas valakit is jelölni, mint múlt héten is volt, ugye, aki egy kedves ismerősét, aki egészségügyben dolgozik a Korányi Kórházban. Nagyon helyes volt az ápolónő története. Volt olyan, aki a férjét jelölte, mert hálás azért, hogy milyen sokat tesz a családért. Volt olyan, aki a főnökét, szóval szeretjük ezeket a sztorikat, és most ajándékot is tudunk adni cserébe. De jó, ez igen komoly azért. Ez jó. Egy jó családi mozizás, pláne, hogyha mondjuk kollégákkal, hogyha még jóban is van, hogy a két család, akkor együtt, azt szerintem tök jó. Uh-huh. Jó kis kikapcsolódás, szerintem sok mindenkire ráfér. És sok mindenkire ráférne mondjuk egy jó kis grill party is. Hát most az idő mondjuk az annyira nem támogatja, de mondjuk Ausztráliában más sem támogatja a grill partikat. Például az óriás pálmatolyval rákok, mert hogy 50 darab lerontott egy grill partit. És ezek ilyen egy méteres rákok, hát tehát így kell őket. 4 kilós. Aha, megérezték az illatát, hogy ott grilleznek, és elindult a piszkosul, nagyon úgy, durva. Hogy hamarosan hívjuk Bodzolit, hogy mit csináljunk, ha jön a pálmatolvaj rák. És most indul a Sláger reggel. Sláger. 5 perc elmúlt 9 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Bizonyára mindenki átélt már rossz grill partikat, hát mondjuk van olyan, hogy rágos a hús, de mondjuk az kisebb probléma, mint amikor 50 darab pálma tolvaj rák rohamozza meg a bulit. Na, hamarosan ezzel folytatjuk. 4 perc múlva 4:10, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Van egy friss közlekedési info, baleset történt az Árpád úton a Rózsa utcánál, minden irányban fennakadásra kell készülni a környéken. Na, ott mondjuk nem óriás pálma tolvaj rákok, mondjuk ilyen nehéz szavakat ne is használjunk szerintem a továbbiakban, alig tudom kimondani. Mert hogy Ausztráliában egy grill partit konkrétan lerohantak pálmatolvaj rákok, megérezték a frissen sülő húsi illatát. Milyen jó, nem gondoltam volna, hogy a pálmatolvaj ráknak ilyen jó orra van. Még egy fotót is kiraktak egyébként, a hideglelés, tehát hogy olyan, mint egy rossz horrorfilm, mert hogy ezek olyan szép termetűek egyébként, egy ezek a rákocskák. Egy méteresre is megnőnek. Nagy méterre megnőnek a lelkeim, egyébként 4,5 kiló is lehet egy rákocska. De most képzeld el, hogyha 50 darab ilyen egy méteres rák megindul feléd, igen, egy grillparti éppen sütögeted a hamburger húsit, és közben jön, és borogat föl mindent, fölmászik a grillre. Nagyon durva. Valami eszméletlen, és állítólag olyan szorítása van az ollóján, annak,
hogy megfogja a grillsütőt, arra keresztet vetetsz, tehát hogy az nem enged, valami brutál állítólag. Olyan erős. Fölmászik a pálmafára, és levágja a kókuszdiót konkrétan a csápjával, az ollójával. Te figyelj, ezek ilyen kis gurmanok voltak, hogy a kókuszdió után most a nem tudom, hamburgerhús kellett neki? Fűszerezve, fiam, ja, gyertek, és akkor elindultak oda, elképzelhető. Egyébként van egy praktika, én utána olvastam ennek, van egy praktika, hogy hogyan lehet arra bíztatni, vagy arra késztetni, hogy elengedje, amit megfogott. Képzeld el, meg kell csiklandozni a hasát. De konkrétan. Mondjuk, hát valószínűleg csak akkor kerülnék így közel hozzá, hogyha valószínűleg az én kezemet fogná meg. Hogy csiklandozod meg valami borzaszt. Tehát, hogy én páncél hát, van a hasán, nem? Á, borzasztó. Hát, hogy mi van a hasán? Hát, ha Bodzoli tud nekünk segíteni. Csáó, jó reggel! Szia, jó reggelt! Hello, jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát természetesen én a pálmatól vagy rákok szakértő is vagyok. Nagyon örülök, hogy feljöttök ide. Ez is értek. Amúgy egy kis javításra szorul Petra, ugyanis hát 50 centi, tehát fél méteresen ülnek, meg azért egy méteres rákok rohangálnának, azért gondolható, az tényleg rémisztő. Figyelj, én azt olvastam, hogy csak nem egy méterre is megnőnek. Na most nekem az hát, 50 centi, tudom, tehát ja, hogy ez hát, az igen, 50 centi és az egy méter között azért látom a különbséget, hidd el. Jó, hát a lányoknak fontos az 50 centi vagy egy méter, de én azt gondolom, megmondom őszintén, hogy az egy méteres rákok is, hát azok már félelmetesek, de 50 centis rák is elég félelmetes, és hát ugye ráadásul ezek azért a legnagyobbra megnövő ízeltlábúak, szárazföldi ízeltlábúak, és azért 4-4,5 kilós azért mondjuk az elég durva, ráadásul ugye mivel éjszakai életmódot folytató dögevő, ahogy említett is Tamás, fel tud mászni ugye a kokuszpálmákra, a kokuszdióért, és ugye nagyon erőteljes ólójával feltöri azt. Hát én nem tenném oda semmi, mert hát azt igen. Újjamra gondoltam ugye az igen. Ólóra, leginkább. Gondolhatod, az elég durva, és mivel dögevő azért elég gyanús, hogy miket flamozhattak ott a társaságban. Hát ez az. Tehát, hogy valószínűleg nem volt friss az a hús, azért rohangáltak oda ezek a rákok, mert egy friss bélszínél biztos, hogy nem fognak oda menni, de hát ugye ez már mellékes. Vagy átalakult az ízlésük. Figyelj Zoli, engem az érdekelne, hogy a te kis klientúrádban volt-e olyan, hogy meghívtak egy grillpartira, mert mondjuk ott szaladgáltak, nem tudom, kígyók, gyíkok, bármi, akármi, tehát hogy te egyszer csak megérkeztél, hogy és hogy azt mondtad, hogy... Hello, én minden nap, persze, minden nap ilyennel találkozok. Nem, ilyennel azért még nem találkoztam. Ugye? Mondtam, hogy azért ez tényleg egy olyan... speciális. Volt, igen, ami azért biztos, hogy nem mindennapi, de mivel ugye dögevőkről beszélünk, és nagyon jó a szaglásuk, tehát kiszagolják ezt, hogyha tényleg dögöt éreznek. És ugye az is furcsa, hogy ezek azért szárazföldi rákok, tehát hogyha vízben tesszük őket, akkor ők megfulladnak. Jaj, ilyen, szegény. Ez is azért is furcsa, és elég szép nagyra megnőnek. Mondjuk az én még azért nem láttam, hogy fölmászik fára, de az ilyen furcsa, nem, hogy fölmászik egy pálmára, és ott szedi a kókuszdiót. Neked mi volt eddig a legfurcsább élőlény, amihez kihívtak, és ahova menned kellett, mert azt mondták, hogy úristen, most rettegnek ott a háznál tőle? Hát engem csak furcsa élőlények. Jó, hát ezt tudom. Hát vadállatbefogó vagy, hát mi, persze. Ha gondolkozok egy picit, hogy melyik volt az a legfurcsább, de szerintem lehet, hogy már meséltem is nektek, amikor egy 3 méteres tigris pitonhoz egy óriás Kispestre. A kispesti 3 méteres kicsi. Jézus! Sztoriba vagyok, várjatok egy kicsit. Most ez, figyelj, ez még hagyjál, de most jön a lényeg. Ezt egy hajnalban egy kutyasétáltató hölgy vette észre. A kis, ugye munka előtt sétáltatta a kisméretű kis kutyáját, és látta, hogy ott a templom kertjében ott van egy hatalmas, nagy óriás kígyó. Értesítette ugye a segélyhívót, a rendőrséget, rendőrök szóltak nekem. Értem is, jöttek szirénázó rendőrautóval, elvittek a helyszínre, és akkor láttam, mikor én kiszálltam a rendőrautóból, hogy bizony, ez tényleg egy hatalmas nagyméretű óriás kígyó, a képen a plébános úr macskájával szemez, és hát ugye hát valószínűleg, hogyha nem lépek közben, akkor el is kapja, úgyhogy az utolsó pillanatban sikerült őt megfogni, elhelyezni egy ilyen szállító dobozban, és az állatkertbe bevinni. Hát ő is megszökött valakitől, mert ugye ezek az óriás kígyók, a tigris pitonok, azok egy az, hogy veszélyes állatnak vannak minősítve, emberi életre veszélyes állatnak minősítve, tartásukhoz veszélyes állattartási engedély kell, amit csak szakirányú végzettséggel lehet megszerezni, illetve 3 év szakmai gyakorlatot kell igazolni, és ugye így ilyen veszélyes állatot el kell látni csippel,
hogy ugye nyomon lehessen követni. Na most ebben ugye egyik sem volt, se csíp nem volt, amivel megtudjuk, hogy ki volt, ki töszökött meg, tehát ugye ez feketén volt tartva, elszállítottuk az állatkertbe, és a mai napig is ott az állatkertben ott biztonságban éli a kis életét. Édes. És hála Istennek, hogy nem történt semmi baj. Természetesen ugye erről nem a kígyó tehet. Persze. És ő táplálkozni akart, most mindenki a macskát sajnálja. De hát ez az, ez az. Mi van a macskával? Macska túlélte. Macska jó van, az túlélte. Van 9 élete különben is. Van 9 élete. Ugye az volt a 8., de a 9. valószínűleg elég sokáig fogja még húzni. Vagy ilyenkor lenullázott is előről. Az az, igen. Egy ilyen után nem csodálom, igen. Zoli, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, vigyázz magadra. Puszilunk! Elhittem, hogy még csacsogok egy 10-ig. Nem, képzeld, ja, nem. Csacsogunk, közben jön az aha és a tékomi. Na, hallgassuk meg az a számot, azt majd hívlak a kívánság műsorban. Az lesz az, igen. Addig készíjen sok Metallicával. Sziasztok! Csacsogunk, puszilunk! Sziasztok! Teljesen őrült. Imádom. Jó, hát mindegy. Akkor most már tényleg jön az aha. Hát ha már ennyire belengedtük egyébként pálmatolvaj, rákok, ide, oda. Mondd már ki még egyszer. Pálmatolvaj, rák. Nekem összeakad a nyelvem. Pálmatolvaj, rák. Valami beszédtechnika órára elküldünk, ahol megtanítanak szépen. Vagy küldjél el Ausztráliába, és Ausztráliába, és a nyelvem alatt ezt a izét, oda dugom majd a pálmatolvaj rák, az és kicsipi. Durva lenne. Júj, az igen. Nagyon fájna. De nem baj, mert közben te jönnél, és megcsiklandoznád a hasát a pálmatolvaj ráknak, és elengedni a nyelvem. Szép mese, nem lesz ilyen. Nem dugjuk a nyelvünket a pálmatolvaj rákhoz. 9 perc múlva 9:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Karesz azt írja, pálmatolvaj ügyében, bocsi, én is eleresztek mindent, ha a harcsamat simogatják. 180 cm vagyok, nem dögevő, ja, és halak vagyok, nem rák. Én viszont rák vagyok, de nem pálmatolvaj. Na figyelj csak! Mit csinálsz? Ezt most fogd meg, Tomi, egy most banánt, banánt ide hozott a kezembe, igen. És elkezdett csiklandozom, semmi nem történt, mert nem vagyok csikis. Nem igaz. Tehát tényleg nem vagyok csiklandós. Hát de miért? Az feltétlenül csiklandós a pálmatolvaj rá? Hát annak kell lennie, hogyha csikizés hatására elereszti. De nem biztos, hogy csiklandós. Hát most gondold el, elkezd rögni. Adtál tényleg egy banánt a kezembe? Hát ez volt a geg? Hát ez volt itt a legközelebb lévő dolog. Hülyére rögtem magam. El. Hát jó van, azt hittem, hogy elengedett, hogy legalább a poén kedvére elengedted volna. Ja, ne haragudj, nem készítettél fel erre, hogy ezt nem gondoltam, csinálom. Hát pont az lett volna a lényeg, hogy ilyen spontán jöjjön, de semmi, te csak néztél oldalra. Mert nem értettem, de nyuszi, az van, hogy spontaneitásban azért jók vagyunk, de hogy nem vagyok csiklandós, ezt kellett volna tudnod. Kérnék egy pálmatolvaj rákot a stúdióba a kollégáktól. Intézz egyet. Jó, rendben. Figyelj, az lesz a nap rákja. Akkor. Mondjuk a nap rákja lehetnék, mert rák az vagyok. Tessék, na tessék. Csak hát nem csiklandós rák. Hát ez teljesen elkeserített. Tudod mit? Hozz legközelebb egy kókuszdiót, megnézzük, hogy fel tudom-e törni. Fejjel. És azt mondja, hogy én fogom az asztalnál, te fejelsz az asztal felé, és akkor néha elrántom alól, és akkor dúl, figyelj, az óriási, szerintem felrobbanna a Sláger FM Facebook oldala. Azt hiszem, elgurult, élőzzük meg, élőzzük meg, hogy kókuszdiót törsz össze a fejedben. Jó, mindenképpen nem lesz ilyen. A dögöljek meg, hozok egyet holnapra, komolyan mondom. De semmilyen segédeszközöd nem lehet. Tomi, nem lesz ilyen, nem képzelem. Csak hülyét magamból. Most mondtad, hogy nem, vicceltem. Hozzá magadal egy rákot is. Figyelj, lehet, bemész az Ossamba, kiveszed abból az akváriumból, és akkor nem tudom, szegények össze van kötözve a kis ollójuk. Én úgy sajnálom őket mindig. Hát majd itt kötözd ki, mert különben szétvágja a retikülödet, jó, ha behozod. Jó. A napembere tisztre természetesen továbbra is várjuk a jelentkezéseket. Igen, nagyon értékes nyereményeink vannak, úgyhogy hajrá! Egy pálmatolvaj rá. Nem, azt nem adunk. Azt nem. Kókuszdiót. Ez a Sláger reggel. 8 percen múlt 9:30, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Friss közlekedési info, megszűnt a forgalmi akadály a Szentendrei úton kifelé a Bogdáni útnál. Hát ez tulajdonképpen, hogyha jobban végig gondoljuk, akkor ez így is volt, mert hogy bemondtam, hogy a belső sávban, illetve a két külső sávban sincs akadály, de na mindegy, szóval ezt küldte a BKK. Nagyon szépen köszönjük. Esetleg, hogyha van hasznos információjuk az utakról, akkor küldjék el nekünk SMS-ben, jó? A 06303030958-ra köszönjük. Illetőleg ugyanezen telefonszámon lehet felterjeszteni a napembere címre is a rokonokat, ismerősöket, barátokat, kollégákat, henteseket, vízvezetékszerelőket. Akiknek hálásak valamiért, akár munkáért, akár szeretetért, ez nagyon fontos, és a hálájukat most nem csak úgy fejezhetik ki, hogy mi felhívjuk és megtapsoljuk, hanem úgy is, hogy megajándékozzuk, mert hogy egész hét
héten nagyon értékes ajándékaink is vannak. Bizonyám, Petra levágott a fáról egy komoly kókuszdiócsokrot, úgyhogy ezek közül lehet válogatni, és ő önnön homlokával töri majd fel. Nem lesz ilyen, az a jó, hogy ennél sokkal értékesebbek a nyereményeink. Lehet mozizni, meg valakinek, aki nagyon szerencsés lesz majd, wellnessezni is. Jó, oké. Na akkor hajrá, hajrá, 06 30 30 30 95 8, de a Sláger FM Facebook oldalán is írhatnak. Most pedig, hogyha már egy kicsit ilyen dél-amerikai vonalon elindultunk. Imádom. Igen? Hát ebben, ahogy táncol Shakira, te úgy egyébként őrület. Marha érdekes, hogyha jobban megfigyel, egy kicsit olyan rákjárásban mozog egyébként. És végig úgy mozog, mint hogyha csiklandoznák a hasát. Jó. Akkor amit Shakira fog, azt elengedi. Jó reggelt mindenkinek. Ez a Sláger reggel. 4:03, 4:10, jó reggelt kívánunk Ordán Petrával. És Viktorin Tamással. Mi a helyzet, teljesen kiborítottam, mert imádom ezt a slágert. Annyira szeretem. 1987-es, amikor én még csattogós lepkés kislány voltam, de emlékszem, hogy később, tinédzser koromban nem, néztem a Próbababa című filmet, amiben Kim Cattrall, ugye a Sex és New York Samantha-ja még egy nagyon fiatal kis csajszi volt, ő volt a főszereplő, és úgy szerettem. Életre kelt a Próbababa, és annak volt ez a főcímdala, Csak hogy tudd. Az volt a durva, hogy a nem kedves hallgatók... Nem ismered a filmet semmi? A másik, hogy a kedves hallgatók nem hallották azt, hogy Petra táncol. Most megpróbál megmutatni, ez ma tényleg ilyen színjátszókör tartunk itt a rádióban. Tehát konkrétan most odarakom a mikrofont a háttámlához, hogy táncolt, mert ült a széken, fejhallgató fönt, üvölt a zene, és közben a székből annyit hallott... Hát most mit csinálják, hogy nyikorog a széken, miközben táncolok? Gondoltam, hogy a krovakészlete gyorsan odaszaladok, és ilyen elemeire hullik szét a szék, gyorsan meghúzom. Ki látta még a Próbababa című filmet, és ki szerette, tessék nekünk megírni. Szerintem annyira jó volt. Jó, hát kis bugyuta, de mindegy, aranyos kis romantikus vígjáték. Na, rázzuk le magunkról most ezt a dolgot. Igen. Mert hogy itt a napembere rovatunk, és itt is van velünk Ági a vonalban. Szia, jó reggelt! Hello! Sziasztok, jó reggelt! Ági, kérlek, nyugtass meg, te láttad a Próbababa című filmet? Nem szégyen be valami, hanem... vagyok, mint... Hát pont azért láthattad. Nem, 87-es a film is, képzeld el. De figyelj, most rá fogok majd keresni, lehet? Léci, imádlak, kösz nem Ági. Nem kell. De, kíváncsi, hogy mit szól hozzá Ágina. Jó, akkor kell. Szóval, azért hívtál minket, mert... Azért hívtalak titeket, mert én a páromat szeretném a napemberének jelölni. És mivel érdemelte ki ezt a címet? Az igazság, hogy benne vagyok egy olyan nagy munkában, ami most már hónapok óta eltart, és úgy néz ki, hogy a héten sikerül befejeznem, amiben nem nagyon volt eddig tapasztalatom, elég sok idő, energia, idegeskedés ment rá, és ő ezt hajlandó volt elviselni, meg vigyázott a gyerekekre, amikor úgy adódott, hogy dolgozni tudjak, mert két kicsi gyerekünk van. Úgyhogy ezért szeretném őt jelölni. Mm-hmm. És itt is van velünk Péter a vonalban. Szia! Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Ú, de jó hangod van, te jó ég! Péter, azt a... Figyelj csak, mennyire volt hisztis Ági ebben az időszakban? Hát figyelj, két gyerek után lehet ezt még fokozni. Ági, akkor a saját bevallásod szerint mennyire voltál hisztis? Egyáltalán nem! Nem mondanám, hogy nem. Voltak időszakok, amik nagyon nehezek voltak, sokat kellett fönt lenni, akár éjszaka is dolgozni, úgyhogy azt hiszem, hogy... Jó, egy kemény időszak volt, jó. Igen. Jó, figyelj, ilyen minden családban van, és te is lehetnél, Ágikám, egyébként a napember, hogy ezt a nehéz időszakot két gyerekkel így végigcsináltad, de te a férjedet jelölted, Pétert, úgyhogy ő kapja most a csomó ajándékot. Így van, pontosan. Figyelj, Péter, tiéd a négy fő részére szóló családi mozi egy a Jakari, a mozifilm című francia animációs film vetítésére a Vertigo Media jóvoltából, valamint az esély egy két éjszakás félpanziós családi wellness utalványra az Oxigén Hotel jóvoltából. Pénteken fogunk majd nyertest hirdetni. Ágikám, te is kapsz négy fő részére szóló családi mozi egyet szintén erre a filmre, a Vertigo Media jóvoltából, Jakari a mozifilm címe. Úgyhogy mehettek együtt, vihettek magatokkal egy csomó mindenkit. Vigyázzatok magatokra, és fújjatok egy kicsit, jó? Puszilunk titeket! Csók-csók! Hello! Annak örüljetek, hogy nem ment oda egy pálmatolvaj rá. Az sokkal durvább lenne a helyzet. Mindig ez lebegjen a szemetek előtt. Igen. Szép napot, sziasztok! Sziasztok! Ja, Istenem, azt hittem reagálnak rá valamit. Mert már kinyomtad őket. Ja, letettük a telefont. Igen. Jó, hogy nem vártam, hogy reagáljanak még hosszabban. Szegények, mit mondjanak? Nem igaz, hát semmi nem indítja be őket. Na, indíts be inkább a ladánybenét. Ha van még a világon, rák. Erre is tudok táncolni. Jaj, ne. Sláger reggel.
3 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. És megérkezett, az majdnem azt mondtam, hogy a próbababa is, de nem, Somogyi Zoli érkezett meg. Jó reggelt. Húha, szervusztok, jó reggelt. Te sem láttad azt a filmet? Nem. Pedig nagyon jó. 1987-es Kim Cattrall olyan szép benne. Ő a Samantha. Még fiatalon. Igen. Ezt tudom. Arról szól a történet, hogy van egy próbababa, aki életre kell. Mert megcsípi egy pálmatolvaj rá. A sztori az így megvan, de hogy így nem hozott ez jó, tudom, egy kicsit blőd volt, meg ilyesmi, viszont hál' Istennek nagyon sokan láttam. Jó, nem egy Terminátor, és nyilván nem annyira fiús film, de én nagyon bírtam. Kis tini lányként láttam, amikor mindig mi nem szerelmes vagyok. Tudom, amikor csatogós lepkét, hol tologattál te olyat? Akkor még azért a Miss Daisy sofőrjét. Telma és Louise. Hú, de jó volt. Hú, az is de jó film. Abban a Brad Pitt milyen jól néz ki még kis fiatalon. Hú, és a Top Gun-t is hogy szeretem. A Top Gun is tök jó film. Hú, és soroljak én is még húsfélet. Indokolatlan. Így. De én azért beszéltem erről, mert játszottuk azt, ami a főcímdala volt. De már az a 3 számmal korábban volt, még mindig a próbababáról van szó. De reagálnak rá folyamatosan a hallgatóink, hogy hol tudod megnézni. Például Éva elküldött egy linket is. Én már rég nem tudom őket követni. Zsolti is úgy meg. Zsolti, én a gumimősen láttam. Remélem, hogy egy pár perc múlva végre hozzákezdhetünk, és akkor majd lesz zene. Meg ígérem, hogy hülyeségekről nem fogok beszélni. Jó, az a baj, igen, hogy túl jó kedvem van a hétfő ellenére. Elnézést kérek, holnapra, majd holnapra majd megint konzervatív kislány leszek. Nem az a baj, hogy jó kedved van, de... Na mi a baj? Akkor mi? Hát ez... Most már én is nézek. Most már érdekel. De. Ma te műsorra csúszik, úgyhogy mesélj nyugodtan. Nem csúszhatsz. Mi a baj? Hát ez már mindegy. Mi a baj? Zolikám, mi történt? Fia, legalább azt nem láttad, amikor szétesett Petra alatt a szék. Mert táncoltam. Úgy táncolt, mint akinek, mint az akasztott emberek úgy járt a lába. Igen, az a baj, hogy ilyenkor szokta anyukám mondani, hogy túl jó kedven van, akkor utána jön valami rossz. Jön a sírás. Igen, jön a sírás, úgyhogy szóval megyek is inkább. 10 óra lesz 2 percen belül, úgyhogy most jönnek a friss hírek, de ígérem, aztán minden jó lesz. Na, sziasztok! Ezt mondta. Most megbántottam. De miért most szép volt? Az miért bántó számod, hogy mindjárt minden jó lesz? Mert most mert nem az. Én ezt nem mondtam, de ha te így érzed... Belenevettél, ez azt jelentette. Na jó. Hát holnap reggel 6 órakor lehet, hogy jövünk. Megbántottam. Zolikám, ezzel a nevetéssel mi lesz itt még ma? Kiengeszteljelek? Igen.